Átadták az egri érseki palota kulturális, turisztikai és látogatóközpontot. Az épületet dr. Ternyák Csaba érsek áldotta meg január 6-án Vízkereszt ünnepén. Szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod. Az átadó ünnepség rövid kulturális műsorral kezdődött, majd dr. Virág Zsolt projektmenedzser bemutatta a tervezés és kivitelezés folyamatát. Soltész Miklós államtitkár beszédében úgy fogalmazott, kötelességünk megőrizni azokat az értékeket, melyeket az elmúlt rendszerben tudatosan romboltak. Biztos vagyok benne, hogyha itt Európában meg akarunk maradni, ha itt Magyarországon meg akarunk maradni, akkor egyetlen egy gyökér van, egyetlen egy kapaszkodó van, az pedig nem más, mint a katolikus egyház, az egyházaink és az Istenhit. Ha meg akarjuk óvni, ha meg akarjuk őrizni Európát, hogyha meg akarjuk erősíteni azt az országot, amelyben élünk, akkor igenis hasonló beruházásokra és törekvésekre van szükség. És akkor azok nem csak házak lesznek, nem csak látogató központok, hanem üzennek a világnak, hogy igenis él az egyház, igenis az egyház mindent meg fog tenni azért, hogy a fölnevekvő fiatalok tudjanak mivel kapaszkodni, és ne csak a világba szaudaszét lebegjenek, ne csak egy álságos, hazug üzenetnek a részesei legyenek, hanem igenis egy komoly, 2000 éves nem csak hagyománynak, hanem valóságnak. Habis László polgármester köszöntőjében a beruházás értékteremtő jelentőségéről szólt, hangsúlyozta, ez a megújult épület tovább növeli a város vonzerejét. Eger egy egyházi, egy érseki központ, ezen keresztül évszázadok óta iskolaváros, egészségügyi központ. Sok-sok értékkel rendelkezünk, ezt a felelősséget bízták ránk eleink. Azt hiszem, nem csak technikai ügy ez, hanem egy nagyon fontos szellemi érték. Üzenete van ennek a háznak, üzenete van ennek az épületnek, és mi egriek hálás szívvel köszönjük meg érsek atya elkötelezett munkáját, és nagyon szépen köszönjük nem csak a turizmus, hanem a minden egri, minden térségbeli ember számára óriási érték, ami itt létrejött. Dr. Ternyák Csaba egri érsek köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik támogatták, segítették az elképzelés megvalósulását. Rámutatott továbbá arra, hogy az érseki palota középső felújított szárnyának tárlatai által az egyház olykor zártnak tűnő világát ismerhetik meg a látogatók. Olyan kulturális értékeket ismerhet meg a látogató, amelyek arról tanúskodnak, hogy régen az egyház a kultúra és a művészetek egyik legfőbb mecénása volt. Ezek a szépségek, amelyeket itt látunk, képek, liturgikus eszközök, Isten dicsőségét hirdetik, és az emberek lelki javát, kulturális és vallási identitásának erősítését szolgálják ma is. A látogatóközpont létrehozásával a díszudvar korábban mindig zárt, kovácsolt vas kapuja és annak kitárt szárnyai ma már egész nap belépésre invitálják és várják a látogatókat. Az ünnepség végén a meghívottak megtekintették a látogatóközpontot, amely turisztikai funkciót is kapott, és számos kiegészítő szolgáltatás helyszíne lett. A látogató bepillanthat a püspöki élet mindennapjaiba, a könyvtárba, ruhatárba, dolgozószobába és kincstárba, történeti enteri őrök segítségével. Különlegesség a teljes egészében feltárt madaras szoba, mely korábban főpapi pihenőhelyül szolgált. Az egyházmegye és a magyar egyház történetét bemutató összeállítás mellett az egri főpásztorok arcképcsarnoka is látható. Az érseki vinotéka pedig a főegyházmegye területén lévő 4 borvidéket mutatja be. A látogatóközpont hamarosan a nagy közönség előtt is megnyílik.